vállalkozások adóterheinek csökkentése, csak egy példát említve, a társasági adó csökkentése 19-ről 10%-ra. A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése terveink szerint január 1-től 500 milliárd forinttal csökken a vállalkozások adminisztrációs terhe. Ide tartozik a 19%-os egykulcsos és arányos személyi jövedelemadó bevezetése is, amelyik nem bünteti többletadóval azokat, akik többet dolgoznak. Utalhatnék még a közfoglalkoztatás rendszerének átszervezésére, újjáépítésére, a felsőoktatás átalakítására és a duális képzésnek a megteremtésére és erősítésére. Ezek mind nagyon fontos lépések, de úgy gondolom csak is akkor lehetnek sikeresek, ha találkoznak a helyi önkormányzatok vállalkozásbarát politikájával, ha a helyi önkormányzatok oda teszik minden mellé még a helyi tudást, a helyi vállalkozói infrastruktúrát, ha képesek mozgósítani a vállalkozásokat. Úgy gondolom, és erre jó példa volt az ön által említett egyik példa, Győr esete is, amikor az önkormányzat, az állam és a vállalkozások együtt tudnak működni. Ezen múlik egyébként a kormányzati lépések sikere, és erre buzdítanék minden önkormányzatot, hogy egy vállalkozásbarát politikával támogassa a kormány politikáját annak érdekében, hogy ez a trendforduló sokkal-sokkal erősebb legyen a jövőben. Köszönöm a figyelmet. Szintén napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Varga Géza képviselő úr a Jobbik részéről. A múltik támadása a génmanipulációmentes magyar növénytermesztés ellen címmel. Képviselő úr, szó parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! Mindannyian hallhattuk az elmúlt hét egyik vezető hírét, mely szerint kitárcsázásra kerül 160 hektár GMO-val szennyezett kukorica Dél-Baranyában. Ez az egyetlen eset már önmagában is felháborító volna, de tudjuk, hogy a valóságban több mint 700 hektár GMO-val szennyezett vetést fedtek fel az élelmiszerlánc biztonságért felelős hatósági szakembereink. Ebből 250 hektár a szója és 550 hektár a kukorica vetés területe. Tudjuk ugyanakkor azt is, hogy felderített esetek mindig csak a jéghegy csúcsát jelentik. Még ha ez a csúcs lehet kisebb vagy nagyobb, attól függően, hogy a hatósági ellenőrzések mennyire hatékonyak. Ami azonban a hírekből diszréten kimaradt, legalábbis az elmúlt péntekig, az az, hogy kik is a felelősök a szennyezett vetőmag előállításáért és hazai forgalmazásáért. Tisztelt országgyűlés, lássunk csodát! A génmódosítással szennyezett vetőmag egy részét a Monsanto, míg másik részét pedig a Pioneer vetőmag cég állította elő. Milyen érdekes, mintha egymással versenyezve akarnának támadást intézni Magyarország GMO mentessége ellen. Támadásukhoz persze, ahogyan ez lenni szokott, találtak helyi rezidenst is, ez pedig a Szigetvári ZRT volt, aki a kereskedelmet bonyolította. Az is milyen érdekes, ez ellen a cég ellen azóta felszámolási eljárás folyik. Ez viszont jelentősen meg fogja nehezíteni az eszközként felhasznált áldozatgazdák kártalanítását. Itt a kormányzatnak komoly feladata lesz a nemzetközi kártalanítási per lefolytatásával. De legyen világos számunkra, hogy támogatóinknak az EU fura urai között is vannak támogatói. Ugyanis elfogadás alatt van az a jogszabály, mely lehetővé teszi ugyan számunkra a GMO termesztésének kitiltását az ország területéről, de a GMO-val szennyezett, vagy egyenesen a GMO vetőmagok forgalmazását, szabad kereskedelmétnek a tiltását már nem engedi ez a jogszabály. Itt az EU elnökségünk lehetőségét ki kellett volna használnunk sokkal jobban, mert ezek a szálak már a WTO-ig terjednek. Románia esetének kapcsán pontosan ismerjük, hogy hasonló módon, hasonló stratégiával kezdték meg Románia GMO-val történő elszennyezését is az abban érdekelt múltig, aminek utána már nem volt értelme fenntartani az országuk GMO-mentességét. Ma Romániában már több tízezer hektáron folyik GMO növények termesztése, csupán azért, mert ők nem voltak kellően éberek a kezdetekkor, és a kérdés nem volt a közbeszéd tárgya. Mi az ötpárti konszenzus alapján nem hagyhatjuk, hogy alul maradjunk ebben az országunk elleni támadásban. Itt jegyzem meg, hogy elég problémát okoz számunkra az, hogy a román határ menti térségben a szél okozta pollenszennyezést és az illegális vetőmagkereskedelmet hogyan fogjuk kivédeni.
Borítékolni lehet ugyanis, hogy a mentességünk elleni támadásnak ez lesz a következő frontvonala. De mit is kell tennünk az adott esetben? Először az élelmiszer ellenőrző hatóságoknak, akár a nyomozó hatóságok titkosszolgálati eszközökkel történő bevonásával törekedniük kell a GMO-val fertőzött teljes vetésterület felderítésére és a továbbterjedés megelőzésére. Másodszor pontosan fel kell deríteni a felelősöket, és ezután meg kell vizsgálni, hogy a rendelkezésünkre álló szankciók elegendőek-e az elrettentéshez. Mivel az ilyen esetekre jogrendszerünk még nincs kellőképpen felkészülve, valószínűleg az országgyűlésnek is lesz szerepe a megfelelően elrettentő intézkedések lehetőségét biztosító törvények megalkotásában. Reméljük, hogy a kormány ebben a kérdésben is olyan gyors lesz, és soron kívül tudjuk megtárgyalni ezt a kérdést is, mint ahogyan ezt tettük más, sokkal kevésbé jelentős esetekben is. A Jobbik számára a szankciók mértékének megállapításakor csak olyan döntés lesz elfogadható, mely legalább 10 évre eltiltja a magyar piaci jelenléttől, illetve a tevékenységük folytatásától a vétkes Monsantót, a Pioneert és más hasonló hazánk élelmiszer önrendelkezése ellen súlyos támadást elkövető előállítókat, forgalmazókat és helyi kollaboránsaikat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Válaszadásra Ányel József államtitkár úr következik. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Köszönöm, hogy idehozta a ház elé ezt a problémát, mert valóban jelzi, hogy milyen komoly harcot kell az önrendelkezésünkért vívnunk abban a közegben, abban a világkereskedelmi közegben, amely körülvesz bennünket. Elhatározott szándék a kormánynak, hogy megőrizzük ilyen mentességünket. Olyannyira elhatározott szándéka ennek a politikai közösségnek, és mondhatom azt, hogy az egész ország népének, hogy egyenesen az alaptörvényünkben rögzítettük azt a tételt, hogy genetikailag módosított szervezetektől mentes mezőgazdaságot fog megvalósítani. Vagyis 2012. január 1-e után ez alkotmányellenes tevékenység lesz, aki ilyesmit elkövet. Ennek következtében a törvényeinket is újra kell gondoljuk. A géntechnológiai törvénytől elkezdve újra elő kell vegyük azt az országgyűlési határozatot is, amelyet 5 párti egyetértéssel 6 évvel ezelőtt együtt alkottunk meg ebben a törvényhozásban. Ami a tényeket illeti, hagyd mondjam el, hogy kukoricát és szóját találtak Magyarországon, ilyen szennyezett vetőmagot, illetve elvetett területeket. A teljes elvetett terület, amit bevetettek, az egész pontosan 940 hektár. Ennek a teljes területét megsemmisítettük, tehát a terület megsemmisült, vagyis nem tud tovább szennyezni ez a fajta állomány, illetve közel 5000 zsák vetőmagot lefoglaltunk, zár alatt van, illetve kiutasításra került az országból, tehát azt nem sikerült elvetniük sem ezeknek a cégeknek. Annyit hogy mondjak el, hogy nem fátumszerű, hogy éppen most derülnek ki ezek az ügyek. Szeretném elmondani, hogy a kormány nagyon határozott lépéseket tett a vetőmagpiac megtisztítása érdekében. Ez év márciusában módosítottuk azt a vetőmagrendeletet, amelyet még az előző szocialista kormány úgy alkotott meg, hogy a multikhoz kiszervezte a vetőmag minősítést. Kérem, értsék jól! Ez azt jelenti, hogy azok a cégek, négy nagy cég uralja a magyar vetőmagpiacot, minősítették a vetőmagokat Magyarországon, akik a forgalmazásban és az eladásban voltak érdekeltek. Ugye ez is nagyjából a hazárulás kategóriájába tartozik. Márciusban visszavette a kormány ezt a jogosultságot. Független vizsgálatokat végzünk, és nem véletlen, hogy kiderül mindaz, ami itt történik ezen a vetőmagpiacon. Mert hogy mi történik? Olyan területeken állítják elő ezek a multinacionális érdekeltségek a vetőmagot, amelyek szennyezettek, GM szennyezettek. Tehát nem tudják tiszta minőségben előállítani a vetőmagokat. Dél-Amerika, Románia olyan területek, amelyek valóban szennyezettek, és nem lehet biztosítani akármilyen izolációs távolság mentén sem a tisztaságát a vetőmagoknak. Jelezni szeretném, hogy nincs egységesen elfogadott határérték a vetőmagokra,
hogy mi az a szennyezés, amit feltétlenül el kell fogadjunk. Ezért Magyarország a saját törvényeiből kiindulva a zéró toleranciát követi, és azt mondja, hogy ha szennyezést találunk a vetőmagban, miután ez gyors ütemben el tud terjedni, és hogyha elvetjük, és az állomány pollent termel, beszennyezheti az egész területünket, éppen ezért mi a zéró tolerancia elvét követjük, és minden olyan tételt megsemmisítünk, kiutasítunk az országból, ha pedig elvetették ezeket a vetőmagokat, kitárcsáztatjuk ezeket a területeket, amelyek bizonyítottan GM szennyezettek. Jelzem, egyébként minden tétel esetében a 0,1 ezreléket megharadta ez a szennyezés, és a nemzetközi gyakorlat szerint 0,1–0,5 százalék, tehát 1-5 ezrelék között már általában ugyanígy járnak el más országokban is, ahol különösen tisztán akarják tartani az országot. Szeretném megerősíteni, és képviselő urat megnyugtatni, és képviselőtársaimat is megnyugtatni, hogy stratégiai kérdésként kezeljük Magyarország tisztaságát a genetikailag szennyezett anyagoktól. Nekünk jó minőségű, szermaradványmentes, egészséges és biztonságos élelmiszert kell előállítanunk. A Kárpát-medence erre való, ez ad nekünk kifejezett kereskedelmi előnyöket, fölértékel bennünket a piacon, és ez még inkább így lesz, ahogy az élelmiszerek iránti kereslet és a minőségi élelmiszerek iránti kereslet erősödni fog. A Nemzeti Vidékstratégia központi kérdésként kezeli ezt az ügyet. A vizsgálatok zajlanak, amelyek kiterjednek nem pusztán a hatósági vizsgálatokra, hanem egyéb eszközöket is muszáj bevessünk, hogy földerítsük azt a rendszert, ami ennek a hátterében lehet, jó hiszeműen hozzáállva első körben, de természetesen föltételezve más lehetőségeket is. A további vizsgálatok zajlanak, és ennek fényében, a vizsgálatok eredménye fényében további lépések is várhatók. Köszönöm szépen! Száz éve született Bibó István címmel Karácsony Gergely képviselő úr az LMP részéről napirendelőtti hozzászólásra jelentkezik. Parancsoljon! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Meglátod, olyan divatom lesz, mint Lukács Györgynek, mondta Bibó István ironikusan az egyik tanítványának nem sokkal a halála előtt. A Bibó felejtés évtizedei után valóban az ő írása és az ő személyes példamutatása vált a formálódó ellenzéki értelmiségi mozgalmak egyik legfontosabb hivatkozási alapjává. Már a temetésén több ezer tisztelője vett részt, tegyük hozzá több száz titkosszolgálati rendőr megfigyelésében. Halála után két évvel Szamizdatban megjelent Bibó emlékkönyv, pedig a rendszerváltás egyik szellemi előszobája volt, amelyben, hogy csak néhány nevet említsek, olyan szerzők írtak, mint Kis János, Petri György, Őrsi István, Csóri Sándor, Durai Miklós vagy Csurka István. A Bibó István szakkollégiumban megalakult Fidesz politikusai a rendszerváltás hajnalán még valóban Bibó tanítványai voltak, amikor nemzetközi egyezmények alapján követelték a jogaikat a jogszabályokkal szemben is. A bibói szemlélet egyik alapköve, hogy a jog érvényesülése nem csak formális kérdés, mert a jogban a civilizált emberiség erkölcsi normáinak kell megjelennie. 1956. novemberében a koalíciós Nagy Imre kormány államminisztereként szó szerint bebizonyította, hogy ezt halálosan komolyan gondolta. A magyar történelem talán egyik legnagyszerűbb tette volt, hogy a törvényes magyar kormány képviseletében november 6-áig a parlamentben maradt akkor is, amikor azt a szovjet katonák elfoglalták és mindenki más elmenekült. Mint a törvényes kormány egyetlen helyén kitartó tagja, a szovjet barát megszállás elleni tiltakozásul passzív ellenállásra és sztrájkra szólította fel a lakosságot, majd a világ közvéleményéhez és az ENSZ-hez fordult a magyar forradalom erkölcsi és politikai támogatásáért. Saját maga vitte át a nagykövetségre az amerikai elnöknek írt levelét, amelyben politikai és diplomáciai támogatást kért a magyar forradalom és a magyar kormány számára. A forradalom után bebörtönözték, és csak Nehru indiai miniszterelnök közbenjárásának volt köszönhető, hogy nem végezték ki. Ha lett volna a harmadik magyar köztársaságnak etosza, ha morális értelemben is lett volna rendszerváltás, akkor azt leginkább Bibó szellemére és jellemére lehetett volna alapozni. Arra az elvárásra, hogy a szavaknak és a tetteknek összhangban kell lenniük. Annak belátására, hogy a politikában lehet ugyan elkövetni kisebb-nagyobb hazugságokat, de a hazugságokra nem lehet rendszert építeni, mert az előbb-utóbb összeomlik. Arra a nyitottságra és jóhiszeműségre, amivel Bibó a társadalom és politikai problémákhoz viszonyult. Egy kortársa, Szabó Zoltán szavjával élve, ő volt a legtürelmesebb magyar, aki soha nem azt kereste, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. Politikai terepauta volt, aki azt kutatta, hogy hogyan tudunk túllépni a 20. század traumáin,
és azok nyomán kialakuló hisztériáinkon. A parlamentarizmus kérhetetlen híve volt, de radikális demokrataként korát hosszú évtizedekkel megelőzve hitettett az állampolgári részvétel szélesítése, az önkormányzatiság, ahogy ő mondta, a szabadság kiskörei mellett. Most azonban Bibó reneszánsz helyett újra a Bibó felejtés korszakát éljük. Idén augusztus 7-én ünnepeljük Bibó születésének 100. évfordulóját, de úgy tűnik, a magyar közélet nagy többsége erről megfeledkezett. Hogyan lehet az, hogy Budapesten Elvis Presleyről van közterület elnevezve, de Bibó Istvánról nincs? Hogyan lehet az, hogy Ronald Reagannek van egész alakos szobra, Bibónak viszont nincs? Bibó persze puritán és szerény ember volt, neki biztos nem hiányoznak ezek a hívságok, de mi az utódok, akik sokkal többet köszönhetünk neki, mint talán gondolnánk, nem tehetjük meg, hogy ne emlékezzünk meg méltón a 20. század egyik legnagyobb magyar gondolkodójáról és leghiteresebb emberéről. Ezért az LMP budapesti frakciójával együtt arra kérjük a főváros vezetését, hogy ha már ilyen nagy buzgóságot mutatnak a közterek átnevezésében, akkor Bibó Istvánról is nevezzenek el közterületet. Persze a megemlékezés elmaradásánál is fájóbb, hogy a bibói szellem bántóan hiányzik a magyar közéletből. A megosztottságon alapuló hisztérikus politikai kultúrához valóban nem kell Bibóra hivatkozni, ahogy fia, ifja Bibó István fogalmazott nemrég, nagyon nehéz őt felhasználni bunkóként a másik tábor ellen. Bibó az európai társadalomfejlődés értelmét leginkább a hatalom humanizálásában, hatalmi ágak elválasztásában és a személyes uralom lebontásában látta, talán éppen az ellenkezőjét annak, amit most a volt Bibó szakkollégisták csinálnak Magyarországon, úgy tűnik mára nagyon messzire kerültek az alma máterüktől. Tisztelt képviselőtársaim, ma a tavaszi ülésszak zárónapja van, 2 hónapig nem ülésezik a parlament. Én azt kívánom mindannyiunknak, kormánypárteknek és ellenzéknek egyaránt, hogy ezt a szünetet használjuk fel arra, hogy megszabaduljunk a hisztériánktól és szeptembertől higgadtabb és józanabb módon folytassuk a vitát. Bibó mindannyiunknak nagy segítségre lehet ebben. Válaszadásra megadom a szót Navracsics Tibor miniszter úrnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Karácsony Gergely képviselőtársam utolsó mondatával maradéktalanul egyetértek. Mindenkinek hasznára válik Bibó István munkásságának és gondolatainak tanulmányozása. Vele ellentétben azonban nem gondolom, hogy Magyarországon a Bibó felejtés évtizedei lennének, vagy a Bibó felejtés évei lennének. Éppenséggel az történt, amiért 20-25 évvel ezelőtt a magyar értelmiség küzdött, Bibó István részévé vált. Részévé vált a felsőoktatási kurzusoknak, részévé vált az oktatási anyagoknak, részévé vált a magyar politikai gondolkodásnak. Az ő általa megfogalmazott gondolatok részévé váltak a politikai életnek, méghozzá az én érzésem szerint mindenfajta kínos vagy kínossá váló aktualizálás nélkül. Hiszen Bibó István nem csak a két világháború közötti magyar szellemi közélet egyik markáns, színvonalas és minőségi alkotója volt, de a II. Világháború utáni úgynevezett koalíciós időszaknak is, méghozzá annak a bal középoldalának, mint nemzeti parasztpárti képviselő és mint a nemzeti parasztpárthoz kötődő gondolkodó, a magyarországi nem kommunista, nem szocialista balközép gondolkodás vagy polgári balközép gondolkodás egyik jeles képviselője. Én úgy gondolom, hogy a gondolatai ma is itt vannak, hagyománya itt van, méghozzá a helyén van. A Magyarországon miközben tudjuk, hogy veszélyes mindig egy már lezárt életművet aktualizálni, hiszen emlékszünk arra, amikor egyes politikusok még azt a gondolatkísérletet is megkockáztatták, hogyha Szent István ma élne, akkor a régiósítás híve lenne és régiókat hozna ma létre. Nyilvánvalóan Bibó Istvánnal kapcsolatban hasonló gondolatkísérletek már veszélyes aktualizálás kategóriájába tartoznak, de én azt hiszem, hogy azok a pártok, amelyek itt vannak ma a parlamentben, és aki ma a magyar politikai közéletben szerepet vállal, mindannyiunk számára Bibó István egy olyan előkép, egy olyan mester, akinek az írásait olvassuk, és akinek az írásait mindenki a saját világnézete és saját világképe szerint értelmez, egyetért, vagy nem ért vele egyet. Nem gondolom, hogy kötelezővé kellene tenni a Bibó Istvánnal való egyetértést, mint ahogyan a korábbi évtizedekben kötelező volt egyet nem érteni Bibó Istvánnal. Bibó Istvánt azzal tiszteljük meg, és azzal tudjuk kifejezni a tiszteletünket, hogyha elolvassuk, megpróbáljuk megérteni a gondolatait,
és van, amivel egyetértünk, van, amivel nem értünk egyet. Éppen ezért, ha megengedi Karácsony képviselőtársam, akkor vitába sem szállnék az ön aktualizálási kísérletével Bibó Istvánnal szemben. Én úgy gondolom, hogy ez nem Bibó István gondolatainak frissítése, hanem egy kicsit tiszteletlenség Bibó István hagyatékával szemben. Köszönöm szépen a figyelmet. Szintén napi rendelőti felszólásra jelentkezett Mesterházi Attila, az MSZP frakcióvezetője, egy rendkívüli ülésszak margójára címmel. Képviselő úr, a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Azért adtam ezt a címet a felszólalásomnak, mert valóban egy rendkívül ülésszakon vagyunk túl, de nem csak a június 15-e óta tartó időszakot értem ez alatt, hanem az elmúlt teljes tavaszi ülésszakot, hiszen soha nem volt még példa a Magyarországgyűlésben arra, hogy a kormányzó többség a különböző döntéseivel felszámolja a demokráciát, a jogbiztonságot és a jogállamot Magyarországon. Nem volt még olyan kormányzó többség és olyan rendkívül ülésszak, amikor a jólétet úgy akarják megvalósítani a kormányzó többség részéről, hogy az a többség kárára valósuljon meg. Hol a parlamenti többség nem él a többség lehetőségével, hanem visszaél ezzel, ahogy Tocqueville írta az Amerikai Demokrácia című könyvében, önök a többség zsarnokságát valósítják meg itt az elmúlt parlamenti időszakban. Amikor az előzetes tartalmi egyeztetések megszűnnek, a párbeszéd megszűnik nem csak az ellenzékkel, hanem a civil szervezetekkel és érdekképviseletekkel, amikor a közmédiában ismét a megfélemlítés és a politikai tisztogatás uralkodik el, csak pusztán azért, mert vannak olyan újságírók, akik komolyan veszik a feladatukat, és nem pusztán mikrofonálványok akarnak az önök számára lenni, hanem vissza is kérdeznek néha. Ez a kék szalag, amit ma minden MSZP-s országgyűlési képviselő visel, ez az irántuk érzett szolidaritásnak a kifejezése, és ennek a jele, önök is feltűzhetnék egyébként tiltakozásul azzal szemben, amit a kormányzat csinál, és nem jellemezte az eddigi időszakot egyfajta vudu gazdaságpolitika, amelyik nem szól másról, mint hogy egy déli bábot kerget, és ezáltal nem bővül a foglalkoztatás, nem bővül a gazdaság, nem nőnek a beruházások jelentősen Magyarországon, sőt, emellett leállították az Európai Uniós fejlesztéseket is, egy éve szinte semmilyen forrás lehívás nem történik, és ezért nem tud épülni az ország, hogy ez az elmúlt 4-8 évben történt. Emellett említhetném az egykulcsos adót, az alkotmányozást, a médiatörvényt, a visszamenőleges törvényeket, vagy éppen a szerzett jogok elvételét és semmibevételét. És mivel önök is látják láthatóan azt, hogy nem jól mennek a dolgok, és bizony sok olyan kérdést kapnak egészen biztosan a kormányzó többség képviselői és a választópolgároktól, hogy miért viszik ilyen rossz irányba az országot, ezért látható módon, ha már osztogatni nem tudnak, ha kenyeret nem tudnak adni a népnek, akkor emellett a cirkuszhoz folyamodnak és belekezdenek egy politikai leszámolásba, és látható módon ezt a politikai leszámolást folytatni is akarják a következő időszakban. Felmerül a kérdés természetes ilyenkor, hogy és akkor vajon a szeptemberi folytatás az milyen lesz, hogy mire számíthatunk, fog-e változni az önök magatartása ebben a kérdéskörben, és hogy vajon például a sarkalatos törvények esetében fognak-e konzultálni, lesz-e valódi párbeszéd és egyeztetés a sarkalatos törvények tekintetében. Hogy végre a gazdaságpolitika az a fenntartható fejlődésre koncentrál-e, és ezáltal Magyarország hosszú távú növekedését alapozza-e meg, növekvő foglalkoztatással, gazdasági növekedéssel és kiszámítható üzleti környezettel, hiszen erre szüksége lenne a magyar gazdaságnak. Az is kérdés, hogy a társadalompolitika végre a különbségek csökkentésére koncentrál-e, vagy továbbra is a kiváltságos keveseket akarja képviselni. És az is kérdés, hogy vajon abba hagyják-e a politikai leszámolásokat és tisztogatásokat, és arra koncentrálnak, ami a dolguk és feladatuk. És az is kérdés, hogy végre sikerül-e Magyarország nemzetközi tekintélyét növelni, az elszigeteltségét pedig csökkenteni, hogy Magyarországnak több barátja és szövetségese legyen a következő időszakban, mint kritikusa. Mert ez lenne Magyarország érdeke, így lehetne a magyar embereket képviselni, és így lehetne a magyar embereknek, a magyar választópolgároknak a jólétét és jól létét szolgálnia a kormányzó többségnek is. Önök számtalan alkalommal a nemzeti érdekre hivatkoznak, de én azt látom, hogy az elmúlt időszakban az önök által nemzeti érdeknek titulált döntés az nem volt más, mint pillanatnyi politikai érdek, és amit csináltak, az nemhogy a nemzeti érdeknek a figyelembevétele lett volna, hanem annak a lábbal típrása és semmibevétele volt. A valós nemzeti érdekeinket azt mindig csak hosszú távú gondolkodás mentén lehet meghatározni, önök pedig pillanatnyi politikai érdekeik alapján határozzák meg ezeket a döntéseket, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszakban az önök által
sokszor hivatkozott nemzeti érdekképviselet nem volt más, mint hazánk nemzeti érdekeinek az elárulása. Köszönöm szépen a figyelmet. Válaszadásra ismét Navracsis Tibor miniszter úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Én azt hittem, hogy a Magyar Szocialista Párt elnöke és frakcióvezetője azért adta azt a címet napirend előtti felszólalásának, hogy a tavaszi ülésszak margóján, mert hogy ők valóban csak marginálisan vettek részt a tavaszi ülésszakban a munkában. Tekintettel arra, hogy az első három hónapban nem méltóztattak megjelenni a parlamentben, és nem vettek részt a törvényhozó munkában. Így aztán sajnos lekésték az alaptörvény megalkotását is. Kerítésen túlról kiabáltak be, egyre mérgesebben, pedig lett volna lehetőségük arra, hogy elmondják. Noha tudom, hogy önök szerint az igazi párbeszéd, amelyet most frakcióvezető úr is többször felhozott, mint kifogást, az igazi párbeszéd definíciója az, hogy önök mondják meg, hogy mit kell csinálni. Ez önök szerint az igazi párbeszéd. Ugyanakkor a helyzet az, hogy ha a Magyar Szocialista Párton múlott volna most a tavaszi ülésszak sikeressége, akkor egy ugyanolyan kudarcos fél évet tudnánk magunk mögött, mint 2002 és 2010 közötti évek, amikor Magyarország jó kondíciókkal kezdte, gazdasági, társadalmi kondíciókkal kezdte a szocialista szabaddemokrata kormányzást, és eljutottunk oda, hogy ma az elmúlt egy évben radikális lépéseket kellett ahhoz tenni, hogy a magyar gazdaság ismét elinduljon a bővülés útján. Nem egészen értem, hogy frakcióvezető úr miről beszélt a gazdasági adatok kapcsán. Lehet, hogy a két évvel ezelőtti KSH statisztikai adatokat olvasta föl felkészülés során. A helyzet az, hogy Magyarország jó eséllyel rendelkezik arra, hogy ismét Közép-Európa legversenyképesebb gazdasága legyen. Ez önök számára, tudom, hogy botrányos, hiszen mindent megtettek ennek ellen, mégis úgy tűnik, hogy az elmúlt egy év erőfeszítéseinek köszönhetően a magyar gazdaság ismét versenyképesebb, mint két évvel ezelőtt volt. Én nagyon tisztelem azt, hogy önök az újságírók iránti szolidaritásból szalagot tesznek föl. Merem remélni, hogy nem csak a magyar újságírók iránti szolidaritásból, hanem a BBC újságírói iránti szolidaritásból is. Nagy-Britanniában is egy több ezres leépítés van most, a BBC-t is érinti ez a leépítési hullám. Nyilvánvalóan az önök magyarázata szerint a Fidesznek sikerült rábírnia David Cameron kormányát, és egyébként a BBC igazgatótanácsát is, hogy példátlan leépítést hajtson végre, csak azért, hogy a Fidesz járma alá hajtsuk a brit közszolgálati médiát is. Összességében még egy megjegyzésére reflektálnék, mert hogy mégiscsak kínos az, hogy önök minket folyamatosan a visszamenőleges törvényhozás vágyával illetnek, csak figyelmeztetném önöket arra, hogy a 98%-os különadó tárgyalása során önök azt indítványozták, hogy 8 évre visszamenőleg kelljen a 98%-os különadót megfizetni. 8 évre visszamenőleg, ez meglehetősen sok is, és visszamenőleges törvényhozás is. Úgyhogy ne legyenek olyan nagyra a saját jogtudatukkal, önök kezdeményezték a visszamenőleges törvényhozást. Mi csak megfogadtuk az önök tanácsát egy korlátozottabb időtartamon belül, egyszeri alkalommal. Köszönöm szépen a figyelmet, és jó pihenést kívánok önöknek is. Önöknek. Szintén napirend előtti felszólásra jelentkezett Harag Péter, frakcióvezető úr, a tavaszi ciklus értékelője címmel. Parancsoljon, képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, a nyári parlamenti szünet előtt illő, hogy számvetéssel zárjuk le az elmúlt fél éves időszakot. És hadd kezdjem azzal, hogy mi keresztény demokraták hajlunk arra, hogy tevékenységünket eszmei alapokra helyezzük. Úgy érezzük, van egy hiteles ember és társadalom képünk, amit a szemünk előtt tartunk akkor, amikor a körülöttünk levő világot formálni igyekszünk. Ez persze csak az egyik szempont a céljaink, amiket ha esik, ha fúj, megpróbálunk megvalósítani, de nem feledkezhetünk el a körülményekről, amik a mozgásterünket befolyásolják, és a kihívásokról, amiket mindig magunk előtt kell, hogy lássunk és megoldanunk kell.
Első szempontként említeném a nemzeti érdek képviseletét. Már csak azért is, mert az előző kormányzati ciklusban elég hiányos volt ez. A nemzet egyesítés folyamatának fontos állomása az állampolgárság biztosítása. Az igénylők száma ma már meghaladja a 100 000-et. Ha állami felelősségről szólunk,